Na sziasztok, hoztam nektek egy vlogot, ami, ha jól emlékszem, akkor március 1-éről való, vagy valami ilyesmi. Nincsen eleje, nincsen vége, de nagyon hangulatos lett szerintem. Van Olesszel, Bencével, úgyhogy gyertek és vibe-oljunk együtt. Experiment numero uno. Something new, something like this. Hosszú kezdő nem olyan nagy kellene nekem. Mondjuk ez. Hátra, 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 ül. Ilyet még sose láttál. Legyél kedves vele. Hagyd. Úristen, de koszos a föld. Rám. Oké. Folyamatosan hideget akarsz. Ott a hideg. Játsz vele. Nagyon hülye vagy. Ez csak víz. Játsz vele. Vedd a szádba, nagyon hideg. És ízlelem. Hát? Azt hiszem, ez mellé ment. Azt hittem, hogy ha az ablakot szereted, akkor ezt is szeretni fogod. Vagy? Nyilván a szőnyegen. Jól dugd el, szerintem is, nehogy elvegyék. Lehet, hogy mégis szereti. The next day. Én nem tudom, hogy mi történt. Oli be akar menni Bencéhez. Vagy az arcomon aludtam. Vagy valami nem tetszett a szememnek, de úgy be van dagadva mind a két szemem, mint az állat. Ja, kicsit. Na mindegy, jó reggelt. Iszogatom a jeges kávémat, végre nincsen jéghideg idő kint. És ihatom a jeges kávémat, imádom a jeges kávét, úgyhogy nagyon vártam már ezt az időt. Mi az? Mi a hiszti? Állandóan megy a hiszti. Megiszom gyorsan a kávémat. Szerintem letusolok, egy kicsit felfrissítem magam, mert nagyon kómás vagyok. Pedig szerintem már fél órája fent vagyok, ha nem több. És utána elkezdünk dolgozni. Parókával fogok szerintem kezdeni ma, utána körmet is szeretnék csinálni, és most fogom megcsinálni a gardróbos videót, mert tegnap már nem volt energiámra. Engedjük ki a kutyát. Gyerünk! Jövök, jövök már. Úristen, ez a kutya. Nézzétek, milyen koszt hord be állandóan. Hol a kongod? Hol a kong? Hol a... Úristen, jaj, 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 jaj. Hol a kong? Júj, júj,
Igen, hol a kong? Hozd ide nekem a kongot. Hát az... az labda. Szia, saját kezdet. Csú, de jól ki van égve itt minden. Hello, hello. Hol lesz? Hol lesz? Erő! Zoom! Ez videózni fogunk, ha minden jól megy. Milyen tokám van innen alulról, fúj! 5 hours later. Ja. Egy kicsit csúszásba vagyok mindennel. Nem nagyon látjátok, hogy mi történik, mert nem fókuszál a kamerám. De! Az van, hogy próbálok egy kicsit felzárkózni, és egy kicsit felturbózni a vlogolási skilljeimet, ugyanis említettem már, hogy valószínű, hogy szeretnék egy második csatornát, amin csak a vlogok lennének, és akkor a nagy csatornámra megmaradnának a leülős, tematikus videók, a vlog csatornám meg csak vlog lenne, amik meg lennének a mászkálósok, meg a lehet, hogy napi vlogok, meg ja. Majdnem 3 éve videózok. És még mindig nem tudok beszélni. Na mindegy, ami miatt most egyébként jöttem, hogy nagyon-nagyon sok dolgunk van még. Most éppen átmásolok erről a nagyon cuki kis kártyáról oleszos anyagot a gépemre. És Bencével felvettünk 2-2 videót, ami azt jelenti, hogy összesen 4-et, matekból nagyon jó vagyok, és szeretnék még felvenni egy kérdezfeleleket, utána mit is szeretnék még csinálni? Ja, tudom, a rövid szőke parókám, nem tudom, hogy mi miatt, de tesztalany lett belőle. Amikor megrendeltem a retken sédzik jó cuccokat, nem veszem ide mindet, értitek, hogy miről van szó. Valahol ki kellett próbálni, hogy melyik szintig szeretném pontosan a hajamra, most egyébként retkennel van színezve a hajam, ez egy féltartós festék, ami azt jelenti, képzeljétek el, most tanultam meg, ezt eddig nem tudtam, a retken sédzik jó tónereknek 20 perc a hatóideje, ami azt jelenti, hogy ha 20 percig hagyod fent, akkor 20 mosáson keresztül marad rajta az a felületi szín a hajadon. Ez nem hajfesték, nem megy bele a hajadba a festék, csak egy ilyen fátylat húz rá igazából. A lényeg annyi, hogy a szőkeparókámon teszteltem, úgyhogy egy kicsit viharverten néz ki, megjött a gyerek és az apja, és azt rendbe kellene hozni egy eredeti, szép, szőke színre, úgyhogy valószínű, hogy ezt ma fogjuk megcsinálni. Valahol itt van a vörös paróka, amit félig befestettem, vagy hát beszíneztem retkennel, de nem volt elég, úgyhogy csak az első részei lettek megcsinálva, mindegy. És ezen kívül szeretnék elkezdeni még egy gardróbos videót is, úgyhogy rengeteg dolgunk van még mára, és már 8 óra van. De, ja, másoljuk át gyorsan ezt a kis cuccot, utána jövök vissza és folytatjuk. Majdnem befost. Hülye.
Amit most láttatok, az nagyon egyszerűen egy kis matek volt igazából. Megcsináltam a januári és a februári kasszaelemzést, talán mondhatom így, budget trackinget, ugyanis van egy nagyon király kis Excel táblázat, amit csináltam, és abba vezetem a pénzügyeket, úgyhogy kicsit kaotikus volt azt hiszem a januárunk, mert elfelejtettem megcsinálni, és most megcsináltam a januárit és a februárit is. Van egyébként két verzió, úgy néz ki, hogy van egy várható, hogy fog kinézni az év, mennyit fogok keresni. Itt azok a pénzek vannak beírva, amiket biztosan tudok, hogy meg fogok keresni, és a költésnél is azok vannak, amiket biztosan tudom, hogy annyit fogok költeni. És van egy másik táblázat, ami a valós évet jelenti, amik tényleg az aktuális, valós dolgok. Úgyhogy ezt a két sort most, vagy oszlopot megcsináltam. Úgyhogy jelenleg ennyi. Mindjárt összeszedem magam, és megindulom. Úristen. Oké, rendbe kell kicsit tennem a fejem, mert Bencivel az egyik videó, amit felvettünk, annyira röhögtem, hogy lesírtam a sminkemet, de most gyorsan rendbe rakom a sminket, és megyek be felvenni a kérdezfelelek videót, ami egy ilyen... Ne kérdezzétek, hogy honnan jött, ecsetmosós kérdezfeleleket fogok csinálni, ugyanis nagyon régóta szeretném kimosni az ecseteimet. Van egy tök király kis eszköz, amit kaptam keresztapáéktól, és azzal kimossuk az ecseteket, nagyon rájuk férnek, és közben pedig beszélgetünk egy kicsit. Nagyon aranyosak voltatok, nagyon sokan írtátok, hogy szeretitek az ilyen beszélgetős, kis kifejtős, nyugis videókat. Én is imádom ezeket, úgyhogy most bemegyünk, és megcsináljuk. Közben rájöttem, hogy ahhoz, hogy gyorsan tudjam csinálni a kérdezfeleleket, ki kellene gyűjteni a kérdéseket, amikről szeretnék beszélni. Úgyhogy most ez fog történni, utána megindulok. Egyébként 3:40 van. Vasárnap. 3:40. Yay. What's up, baby? Mancs, kérdezném, hogy büdösek vagyunk? What? Nothing. Mi a nagy dilemmád? Ilyes vagyok. De nem lepök szerintem meg vele. És ilyenkor mi a tén? Szenvedek. Valóban. Hol vagy? Gusz? Nem tudom állítani.